Mi fér bele 100 évbe? Egy közösség megszületése, kálváriája és megújulása, az első cselegionárius megjelenésének döbbenete, az anyanyelv fokozatos visszaszorulása, a visszacsatolás öröme, a deportáló vonatok hidegsége, a népviseletbe öltözött hagyományőrzők tánca, az iskolák elszlovákosítása ellen aláírásokat gyűjtő aktivisták óvatossága, a téren kulcsot csörgető fiatalok felszabadultsága, és meg annyi egyéni történet. A mi történetünk a felvidéki magyarok 100 éve. A csehszlovákiai rendszerváltást követően Szlovákiában az első olyan kormány, amely a 4 éves teljes cikluson keresztül kormányozta az országot, Vladimir Mečiar 3. kormánya volt. Ez a kormány egy bizarr koalíción alapult. A Szlovák Nemzeti Párt, a nacionalista Ján Szlota vezette Szlovák Nemzeti Párt és a Szlovák Munkásszövetségnek, tehát egy erősen baloldali formációnak a társulása volt ez a kormány. Mečiar kezdettől fog van nagy súlyt helyezett arra, hogy a szlovák nacionalizmust megfejelve magyar ellenes intézkedéseket is hozzon. Többek között azt állítván, hogy a magyar irredenta, a magyar kormányzat támogatásával folyamatosan tért nyer Szlovákiában, és ezt mindenféleképpen megkívánta akadályozni. Az egész magyar kérdésnek az államközi kapcsolatokon nyugvó hátterét is módjában állt befolyásolni, mégpedig annak következtében, hogy Paladur francia külügyminiszter kezdeményezte, hogy az európai integrációs folyamathoz csatlakozni kívánó országok kössenek egymással alapszerződéseket. Az alapszerződés vita, a magyar-szlovák alapszerződésnek egy rendkívül szenvedélyes közéleti parlamenti vitája során Mečiar Horn Gyulával tárgyalva folyamatosan olyan érveket hozott fel, amely érvek eleve megpróbálták kizárni a kollektív, a közösségi jogoknak a lehetőségét, és jól lehet, a magyar diplomáciának sikerült európai szabályokra hivatkozva ezeket becsempészni az alapszerződésbe, az alapszerződésnek a szlovák záradéka ezt teljes egészében kizárta. Az alapszerződést követően a nyelvtörvények kerültek a magyar-szlovák vitáknak a középpontjába. 1995 folyamán elfogadták az úgynevezett államnyelvtörvényt, amely európai visszhangot váltott ki, mégpedig amiatt, hogy súlyos diszkriminatív rendelkezéseket tartalmazott. A szlovák nyelvnek az elsőbségét már az 1992-es szlovák alkotmány is tartalmazta, ez az államnyelvtörvény azonban szinte megtiltotta a közigazgatásban, az önkormányzatok működésében, a kormányzat, a parlament működésében a nem szlovák nyelveknek a használatát. De hasonlóképpen korlátozta a nemzetiségi nyelvek használatát például az egyházi életben, az egészségügyben, a kórházak működésében, ami valóban európai felháborodást váltott ki. Ez a erőteljes nacionalizmus azután teret nyert például a közigazgatási kérdésben is, és Mečiar az úgynevezett magyar irredenta visszaszorítása érdekében egy olyan közigazgatási törvényt fogadott el, amely Szlovákiát 8 kerületre és 79 járásra felosztva a dél-szlovákiai magyar többségű területeket észak-déli irányban felszabdalta, és a Dunaszerdahelyi, illetve komáromi járások kivételével nem maradt magyar többségű járás Szlovákiában. Maga a miniszterelnök pedig büszkén vállalta azt, hogy ez a törvény a magyar autonómia törekvéseknek a megfékezését szolgálta. Mindezek az intézkedések együtt az úgynevezett alternatív oktatási kezdeményezéssel, amely a magyar tannyelvű iskolákban a szlovák tannyelvű órák bevezetését szorgalmazta volna, paradox módon a szlovákiai magyarság mobilizációját érte el. Egyrészt iskolavédelmi akciókra került sor Galántán és szerte Dél-Szlovákiában, ugyanakkor például Marcelházán és több más területen az anyanyelv vagy az államnyelv törvénnyel szembeni tiltakozások nyertek egyre nagyobb teret. A két kimagasló eseménye ennek a korszaknak, a szlovákiai magyarság mozgósítása terén pedig az 1995 április
illetve az 1996 novemberi komáromi tiltakozó nagygyűlés volt, ahol Európát, az európai kormányokat megszólítva tiltakoztak a szlovákiai magyar önkormányzati és kormányzati képviselők a szlovák nacionalizmus ellen. Összességében azt mondhatjuk, hogy a Mecsiár korszak paradox módon pont az ellenkezőjét érte el, mint amit megcélzott. A szlováki magyarok egyrészt egyre erőteljesebben összefogtak. A három korabeli magyar párt 1998. júniusában a Dunaszerdahelyi nagygyűlés, a pártgyűlésen az unióról döntött, és létrejött a Magyar Koalíció pártja. Ezen kívül pedig a szlováki magyar közvélemény is áttérezte az asszimilációs politikának a veszélyeit, az asszimilációs politikának a csapdáit. Elmondhatjuk tehát, hogy Mecsiár és a Társutas Szlovák Nemzeti Párt, illetve a Szlovákiai Szlovák Munkásszövetség kormánya, a harmadik Mecsiár kormány valójában kiváltotta azokat a reakciókat a szlovákiai magyar és a szlovákiai szlovák pártokból, amelyek végül is Mecsiár teljes bukásához vezettek, és 1998-ban a szlovákokkal kötött kék koalíció, a szlovák ellenzéki pártokkal kötött kék koalíció azután Mecsiárt az 1998 évvégi választásokon eltakarította a szlovák politika színteréről.